Furcsának, meglepőnek, bizonynak hangzik majd az én számból, de bizon benne, hogy ugyanakkor írókor vagyok, kiért én olvasom, hogy olvasom fel, bementem névnek a szavakat. Szóval Katalin énekesi pályáját egész életművét méltatni számomra örömteli feladat, hiszen első lemez felvételének, a Balvárolás címűnek, immáron 32 éve a zenei rendező voltam. Emlékszem, éppen a tavaszi szél mezőségi változatánál egy kevés hamiskodás miatt nem hiszem igazgatni neki a felvételnek, de a végén jó kedvemben még dobbékeltem is ennek a számára. Egyébként régóta is örömmel osztom a múltban végigálló stúdió tapasztalataimat az általános jelentség műzési előadókkal, hogy a felvétel szóljon is, de csak hallatszik. Úgy gondolom, hogy a teljes életútja nem egy szokványos sikersztori. Nekem is volt szerencsém megismernem ezt a kitörölhetetlen gyermekkorú szinte pár évet, amikor is Katival és Tudi Filival közös március 15. ünnepséget tartottunk Füleken és Rosolcon, ahol én lehettem az ünnepi szónak. Ez volt ifjúkorának Rióvó bölcsője, már az egykori Csehszlovákia akkortárát a kisé, harmikosan voltak a kontinensünknek, de feltételezem, ebből keveset érzett akkoriban. A később megismert mérhetetlen szabadságára, egyéni természetességre és alázattal rendelkezett a szlovák papi. Többször említette nekem a mai napig Jemlékában a kis közösséget, Lohár Patriótán életvilágúja. Tehát énekesség, gyalogútja a Rozsonc melletti Bécenhez vődött, nem véletlen, hogy később ő lett a falu első díszpontjára. Tudomásom szerint ebben 300 lelkes faluban töltötte óvoda nélkül, rétegen mezőben futkározó életének első közös kirándulásai alkalmával Disznéjén előtt a Füleket is, aminek szintén műszlók. Itt a rájkodó iskola volt szerintem mindig a sportolt, rajzolt, 8 évig erdőt, négy táncolt, nyertem egy képítben, a szlovákiai magyarok négy dolgásait, és Kovács Kati dalokat és énekelt, kutóban teákat, táncba feszülhetően. Talán nincsenek véletlenek, mert az év 50. születésnapi ünnepsége nem, Katit éppen Kovács Katival ültették. Nemrég említette, hogy Nyugvármegye Madács díjat ültette ki, és a megye harmadik Kossuth-díjasa tudta számára. De testvére is magának érzi, ezért lehet testvére tűzmondára is. Igen már szinte csak egy időre Brüsszel, illetve a mostani rendkívülben tisztelő díj. A 70-es évek végén átkerült Magyarországra, ahol, mint gyakorlatilag szomorúan emlegette, ötös kollégistaként a szlovákiai, vidéki, valóciáján olykor cseh, mint szlovák, sőt csehszlovákiaiként szemlélte. 1981-ben azonban megnyerte a rövid vála a tehetségkutatását és országos ismertséget tett szert. Majd a hangvételintesben énekelt, és közben, mint később megtudtam, még az Istvánán király, királyvadó előadása táncolt. De nem csak a dolgára volt, hanem Kati is. Mint olvastam, több mint 3700 koncertje volt, 3 kontinens 40 országában, és megjelent 38 önálló tematikus nagylemeze. Közben visszatartó tanított a Szent Petrei Zeneiskolában. Örmények felsorolni is nehéz férményi pályafutása. Tudomásom szerint Magyarországon elsőként jelentette meg kisterencel, 8 albumon a Kárpát-medence népeinek közös dalalkincsét eredetét nyelveken. Ő készíti az első gyerekeknek szóló népdalokat tartalmazó lemezt, és az első egyházi népénekesen. Kiadnánk jelenteket meg az egyérzésekbe a gyűjtésen. A másik tematikus lemező a Teremtés dicséri történelmi egyházat énekeiben. Hudik Júliával a szeretett hangja szó két közös lemező. Széles spektrumú megközelítései alapján jutta a Palocki Kormány népdalaitól, néptáncaitól egy teljes Kárpát-medencét minden mennyivel együtt felölelő új zenei hazánk, ugyanakkor egyházi műsorokban hitet tesz az ökumeni értelmi is. Hitve mutatsága szinte találatlan, hiszen boldogan van egy autentikus népdalaitól a versenyzenésítéseket, az egyházi énekektől, a rokkora
14-től a tázlalig. Kati útját végig kísérte első lemezétől, a dalvándorlástól, a közeljövőben megjelenő dalizenetig, számomra első érdekes mondanak közül. Ma is hallom, mint ezt a régi zenét nézem a tárgyzenét bemutató Áthallások című lemezének ajánlójában megírtam, hogy a Venedelem adjuk működésére nem csupán tisztán törvényelő élethanggal, de annak forrásával. Egy pózoktormentes, emberi életben is találkozhattam. Ez az idő során úgysem kopott, hogy elérkezőben. És következzen néhány magánéleti gondolkozás, ami nem tudja lenni egy hivatott emberi életútjától. Tökottan ellátogatott a Holdvilágvárokban, ahol a múzeológus évvel együtt immár közel 2 évtized végezik régészeti feltárásainkat, az elégtárolói összefüggésének tudottal. Itt két szerepet, hogy születésnapokon a szemben vásárolók szélkörülő zsúlyával, mindkét alkalommal eredményesen. Először megszületett szemünk okán, majd a kis évünk, boszorkányon kerül, így van. Nyitottságát érdeklődését bizonyítja, hogy a fél évvel együtt elkísérhet azon a szigetet a vulkanikus világára, két évig utána, ahol Szentorinénak mikor a sziget régészeti rejtelyét állított a számunkra. Ez biztos, hogy szerencsés csillagfegyelet született, azért is kapott rendelkező alkalommal, hogy a hajnalra köszönte előtt Szentorin sziget elhagyott partjára, hogy megcsodálhassuk és megörökíthessük egy kivételes megcsodálás. Később együtt keresünk a jelzőjászokat a kelet irányú jelzőjászokat. És nem tudom, ahelyik nem megemlíteni, mint a sok éves készülődés eredményét, egy közönséges nagyobbzatkóval hozhatom haza a tűzikánok Zoroaszter hívők szentélyi szállatúban, amely már itt tanúsítja az értelem tüzét. Egyébként néhány éve Mikon a szigetén, miután egy kedélyes lepet a pincérben feltállalta az oktopuszokat és a különböző tengeri hergentjüket, néhányból a bennük a cíjánok voltatása közben feltettem egy közös rendezőtletét. Külön öröm volt számomra a pár éve elkészült Keresem a szót című alapot, amely útra gondolt régi dalában hallható népi hangszerek kísérletével. Ezeket, mint Kati mesélte, még határon túli tínédzserként lelkesedben alázta a takarítás közben, nem is sejtve, hogy majd 50 év után belemegyünk énekelhető előtte is jött. Az album zenéje beszélgetős estét formájában is életedte. 3 azonos érben született ember, Kudli Gyuri, Zorai Kati és Noma Kandőzik a felvétel és az együttműködés részletei. Az is szó sok szerint, hogy később nem messzelve egy Pili Szántot otthonomtól 2 kodronnak illetően, Pili Szent László megtalálta és felépítette családi otthonát, ahol én is többször vendégeskedtem és lehettem felethetetlen rendelését. Köszönve a szeretettel és megjelentást, hogy alkalommal a következő sorokat írtam Patinással bőkörülőkkel. Emberlépkézi házban, emberlépkézi emberek között, a mai világban. Emberlépkézi.